Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléből olvasok fel egy mondatot. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Kisfiam nem olyan régen kapott Hollandiából egy lábbal hajthatós gokártot, és mi otthon mosolyogtunk rajta a családban. Amikor várta azt, hogy megérkezzen ez az ajándék, akkor minden nap erről beszélt, erre kérdezett rá. És amikor végre megérkezett, akkor le se lehetett szedni erről a járműről. Hamarosan szűk lett az udvar, ki kellett menni a sétányra, aztán ugye ott a sétányon természetesen a többi gyerek is rögtön felfigyelt rá, kölcsön is adta, kipróbálhatták. A szülők kérdezgették, hogy hol lehet ilyet szerezni, amivel ekkora örömöt lehet okozni a gyerekeknek. És hát nyilván, hogyha a csanádfiam meg tudta volna nevezni a forrást, akkor szívesen elárulta volna, hogy hol lehet ilyen járműhoz hozzájutni. Mert ez egy kézzel készített eszköz, úgyhogy erre nem volt lehetőség. A lényeg az, hogy ezekben a napokban az ő élete transzparense hirdetése volt annak, hogy gokárt tulajdonosnak lenni jó, és hogyha valaki itt a Tiszaparton reklámot akart volna a gokárt gyárának csinálni, akkor ez pontosan jó reklám lett volna neki. Vagy mondjuk egy másik pillanatképet, képzeljünk el egy serdülő fiatalembert, aki egyszer csak a morcos és unott hozzáállásán változtat, mosolyog, ragyog, rendbe teszi a haját, eddig nem zavarta az, hogy kócos volt, a ruhájáról is odafigyel, mondjuk az ingét is kivasalja, és már nem akar többet topisan járni. Az egész viselkedése, transzparense hirdetése annak, hogy szerelmesnek lenni jó, hogy talált valakit, akiért érdemes rendesen felöltözni, megfésülködni, és aki vidámságot hozott az életébe. Vagy eszembe jut egy erdélyi lelkész kollégám, aki elmesélte, hogy úgy jött ide Magyarországra, hogy depressziós volt, kiégett, és öngyilkossági szándékkal volt tele, és részt vett egy beregfürdői konferencián, egy csendes héten, és akkor hazafele ment erről a konferenciáról, éjszaka a határőr megállította útlevél ellenőrzésre, és annyira feltűnt neki a lelkésznek a szeme ragyogása, az arca ragyogása, hogy megkérdezte tőle, hogy maga meg minek örül. Mire ez a kollega azt mondta neki, hogy annak örülök, hogy látok. A vámos tovább kérdezett, hát szemorvosnál volt Magyarországon, és azt mondta ez a lelkész, hogy majdnem, Jézus Krisztus megnyitotta a szememet, és végre látom azt, hogy bűnös voltam, és meggyógyulhatott az életem, és az Isten gyermeke vagyok, és ennek örülök annyira. Hát nyilván a vámos nem akart ebbe különösebben belemenni, gyorsan tovább tessékelte ezt a lelkészt ott a határon, de amikor hazaért, akkor a gyülekezete is észrevette a változást, hogy mulatozás helyett öröm költözött a parókiára, és hogy a lelkészük nem csak beszél az Isten kegyelméről, hanem az életén látszik annak az életváltoztató valósága. Ennek az embernek az élete is transzparense hirdetése lett annak, hogy az Isten valami csodálatos ajándékot ad nekünk a Krisztusban. És Pál apostol erről beszél. Erről beszél, hogy Isten megajándékozott bennünket azért, hogy transzparensei, hirdetői legyünk, az életünkkel beszéljük el azt, hogy milyen csodálatos ajándékot kaptunk tőle. Hát igazából, amire az ember néz, aminek a valósága meghatározza az életét, annak a transzparense lesz az élete. Azt fogja hirdetni a viselkedése, a kedve, a szavai, minden az ő életében. És Pál apostol azt mondja, hogy ő az Isten ajándékaira néz. Nyilván ő is ismeri a hétfő reggeleknek a szürkeségét, ő is ismeri azt, hogy milyen az, amikor az emberek hálátlanok, amikor elhagyják őt, amikor bántják őt, amikor nehéz a munka. Sok-sok mindent, a betegség, a szomorúság, sok minden ott volt Pál életében, de azt mondja, hogy én az Isten ajándékaira nézek, és arról is beszélt az élete. Nos, keresztjénnek lenni voltak éppen ezt jelenti, hogy az Isten kegyelmének a megajándékozottjai vagyunk, azért, hogy transzparensei legyünk az ő ajándékozó szeretetének, hogy híre menjek el annak, hogy Istenhez tartozni jó. És hogyan lesz az életünk? Isten kegyelmének a transzparense? Hát úgy, hogyha hiszünk benne.
Vagyis ha arra nézünk, hogy mit kaptunk tőle, és azt komolyan vesszük, arra építjük rá az életünket. És hogy pontosan ez az ajándék mit jelent, és hogy lehet ráépíteni, a következő hetekben erről fog szólni a csütörtöki napi üzenet.